testépítő voltam, és edzettem, személyedzőként dolgoztam. Akkor mentem igazán bele az ezotériába, az asztrológiába. Akkor belementem a szellemidézésbe, akkor belementem keleti gnoszticizmusba, buddhizmusba, akkor elkezdtem inni. Én soha nem ittam életemben. A depresszió miatt. Így van. Fölmentem a tizedikre, és mondtam, hogy itt most én nekem vége, én leugrok. Arra eszméltem, hogy a Király utcába szed ki a rendőr a kocsiból. Elveszítettem életem szerelmét, elveszítettem az egész életemet, amit addig felépítettem. Atyám, ha te itt vagy, akkor kérlek téged, add vissza nekem Dórit, és szabadíts meg. Éreztem azt, hogy most minden rendben lesz. Jó napot kívánok a kedves nézőknek, akik ma velünk tartanak, megismerhetik egy fiatalember történetét, aki látszólag sikeres életet élt, aztán megnyitott bizonyos kapukat, amin keresztül az ördög jött és pusztított, és mindent elvett tőle. De ez nem a vége a történetének, hanem ez csak a megtérést megelőző eseménysorozat, és aztán, hogy hogyan állította helyre Isten az ő életét és párkapcsolatát, azt elmeséli Tóth Renátó. Szervusz Renátó, köszöntelek! Köszöntöm a kedves nézőket! Hát ugye a te életedben 2-3 éve, már most 23 van, akkor 3 éve történt a nagy megbicsaklás és helyreállás. Mesélj arról az időszakról, ami megelőzte azt, amikor a bajok elkezdtek jönni. Akkor te hol éltél, mivel foglalkoztál, honnan jössz egyáltalán, mi a múltból? Igazából én 28 éves korom még egyáltalán nem foglalkoztam Istennel, sőt, az Isten félelem az eléggé messze állt tőlem. Mentem a saját fejem után. Én testépítő voltam, és edzettem, személyedzőként dolgoztam. Igazából egy olyan életet éltem, ami egy önfejű makacs, és teljesen megváltoztatott ez az élet, ez a testépítés engem, mert 18 éves koromig egyébként én fociztam, tehát a sport az végig jelen volt az életemben. És akkor jött egy váltás, ugye akkor kezdtem a testépítéssel foglalkozni, és nekem a testépítés az inkább elvett, mint adott. Edzőként dolgoztam, de mindig is éreztem, hogy nem hozzám való, tehát így nem éreztem azt, hogy boldoggá tenne. Csináltam, mint hobbi munkát. Hát ebből éltél. Így van, de így soha nem éreztem magaménak. Tehát így ilyen hobbi melónak fogtam föl, hogy bemegyek, edzést tartok, hazamegyek, és akkor jól vagyok. Tehát úgy felépíteni az életemet, mindig is tudtam, hogy nem ebből fogom. És ugye itt igazából ez a vonal engem nagyon elvitt egy olyan irányba, ahol nagyon-nagyon rossz irányba fordult az életem. Tehát emberileg nagyon-nagyon megváltoztam. Olyan dolgokba vettem részt, olyan társaságba keveredtem, ami nem áldást hozott az életemre, hanem olyan gyümölcsöket, amiből nem lett jó vége. Na, az ők kik, vagy milyen helyekre kerültél? Hát igazából maga ez a testépítő közeg, ugye az, hogy én elkezdtem versenyezni, tehát ez azért velejárója volt annak, hogy különböző szereket használtam. Tehát a versenyzés, a versenysport, itt a testépítésben ez azért erősen erről szól. És életet adott, ami mind egészségügyileg is, mint pedig tényleg azt tudom mondani, hogy erkölcsileg így a mélybe húzott. Ugye az érdekes, hogy valószínűleg sokan úgy gondolhatnak és nézhetnek a testépítőkre, hogy jól néznek ki, megy az életük, és boldogok. Igen, így van. És ez nem így van a testépítőkkel? Velem ez nem így volt. Tehát én azért engem ez valahol mindig így zavart, hogy azért az egészségügyileg én teszem tönkre magam. Tehát ez a versenysport, ez engem ez azért nem úgy gondolkoztam erről, hogy ez majd jó lesz. Tehát inkább kezdtem érezni azt, hogy megyek tönkre benne, tehát ez a folyamatos lelkileg is, nem csak így van, meg ugye szellemileg is az, hogy ez az önképzavar leginkább az, ami így bejött az életembe, tehát soha nem voltam magammal megelégedve, soha. Tehát ez egy ilyen békétlenséget éreztem mindig, és mindig ugye olyan irányba is vitte az életemet, ahol
igazából olyan dolgokba fogtam bele, ami nem hozott jót az életembe, tehát belenyúltam ilyen illegális dolgokba is elég keményen. Ugye 2019 vagy inkább 20 környékén aztán a dolgok rosszabbodáshoz felgyorsult, hogy ez mi gyorsította be ezt? Hát ugye bejött a pandémia, és akkor bezártak a termek, és akkor én így... Nem tudtam mihez. Így van, nem. És akkor már együtt voltam a feleségemmel, most már a feleségem, ugye, akkor az élettársam volt, igen, akkor már együtt voltunk 2 éve, és akkor ez a bezártság, ez igazából nekem kinyitott a szellemi dolgokat teljesen. Én mindig is figyeltem azt, hogy amikor ugye illegális dolgokból szereztem pénzt, akkor utána mindig jött egy olyan 2-3-szoros ráfizetés ezekre a dolgokra, hogy mit tudom, én nagy pénzt szereztem valamiből, akkor... Szerencsejáték? Nem szerencsejáték, hanem például ilyen illegális kereskedelem, ugye illegális szerek, stb. Tehát ez nem hozott jót az életemre egyáltalán, és azt vettem észre, hogy elkezdtem vizsgálódni. Mondjuk ez még szerencse, vagy hát nem szerencse, hanem áldás, hogy már ezen keresztül is már érezted azt, hogy ez nem jó irány. Így van. Hogy így van. Többszörösét kellett visszafizetni. Így van, így van. Nem mindenkivel van így, pontosan, van, akinek megy, pontosan. És így van, így van. Nem érzi, hogy bajban van. Igen. És nekem ez úgy volt, hogy én mindig nagyon-nagyon szerettem így vizsgálni a dolgokat, és leginkább ekkor kezdtem el vizsgálódni így a életem felett, hogy itt van valami törvényszerűség. Biztos, hogy több van annál, mint amit látunk például, hogy itt hogyha bűnt követek el, akkor megvan a következmény. Így van, megvan a következménye ennek, és a többszörösét adom vissza. És most ez lehet nem anyagi, hanem egészségügyileg is. Tehát ezt így elkezdtem figyelni, és akkor ugye bejöttek azok a szellemi dolgok az életembe, a életünkbe, amik extra olyan dolgokat hoztak be, hogy teljesen tönkretettek. Tehát itt elkezdtem szellemileg keresni azt, hogy honnan jöttünk, kik is vagyunk mi valójában, mi emberek, és hogy egyfajta szellemi forrásra szükségem volt. És mit találtál akkor? Hát akkor mentem igazán bele az ezotériába, az asztrológiába. Akkor belementem a szellemidézésbe, akkor belementem keleti gnoszticizmusba, buddhizmusba. Tehát az igazságot kerestem mindenhol. Így van, az igazságot kerestem mindenhol. És azt tapasztaltam, hogy ugye ezek a dolgok működnek. Tehát tényleg ez az asztrológia is működő dolog, a szellemidézés is működő dolog. Nagyon-nagyon félelmetes, és azt tapasztaltam, hogy depressziós leszek. Tehát olyan dolgok kezdtek el az életembe előfordulni, hogy egészségügyi romlás, pénzügyi romlás, tehát teljesen szinte meg volt rabolva az életem ezt. Azt visszatekintve meg tudod mondani, hogy melyik volt a legkárosabb irány ezek közül? Igazából ez fél év leforgása alatt volt, tehát úgy igazából nem tudnám, de mindegyik extra nagy kárt okozott az életembe, ebben biztos vagyok. De leginkább, ha most ki kellene emelnem egyet, és amit a szívemre helyez így az Úr, az a szellemidézés, az extra. Te ezt egyetem miért kezdtél ebbe bele? Tehát, hogy valaki keresi az igazságot, mert akarja érteni azt, hogy ő miért van, mi a dolga az életben, ebből hogyan jön a szellemidézés? Tudod miért? Mert az ember olyan, hogy szereti az izgalmat, és szereti azt, amikor egyből működnek dolgok, és működtetik ezt a dolgot. És a sátán az van egy nagyon jó mondás, hogy a sátán sokakat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. És ez teljesen így van. Ezt tapasztaltam. Hogy azért adott egy kis morzsát. Ez volt a csali. Tehát ez volt a beltetés. Ez tud etetni nagyon. Tehát amikor ad egy kicsit, tehát jó, jönnek olyan dolgok. De mi az, amit megkaptál ezen keresztül? Nem akarok erről sokat beszélni, csak hogy talán a nézőknek is segít az, hogy mondjuk a saját életükben észrevehetnek valamit, amit éppen lehet, hogy a sátán trükkje zajlik az életükben. Egyfajta olyasmi dolog, ami akkor pont mondjuk bejött egy anyagi áldásszerű, de aztán az 3 hétre minden ment, tehát több elment. Tehát ilyen olyan dolgok, meg egy kis lelki feltöltődést is adott, de aztán meg depresszióba taszított. Tehát 2-3 napig jól éreztem magam, és aztán meg depresszióba taszított. És így jött be például az életembe
az alkohol. Tehát fél év alatt én... Mikor kezdődött ez a fél év? Ez szeptemberben kezdődött. Nem, bocsánat, ez nyár elején kezdődött, ugye, hát úgy június környékén. És akkor elkezdtem inni. Én soha nem ittam életemben. A depresszió miatt. Így van. Elkezdtem inni. És Dóri, a feleségem, az ugye ezt mind mögötte csináltam, tehát ezt nem előtte, hanem titokba. Tehát ezek a titkos vonalak, ezek a titkos utak megnyíltak, és mindig is éreztem, és egy belső hang szólt, hogy mit csinálsz? Figyelmeztetés kap. Elhesegettem, és csináltam tovább. Tehát, és akkor jött ez a depressziós érzés, ami alkoholba folytottam a bánatomat, kábítószer, és utána jöttek az öngyilkos gondolatok, az volt a tető. Odáig is eljutottam, igen. És akkor igazából itt a tetőpont az volt, hogy a depressziók után ugye alkoholba folytottam ezt a bánatomat, meg kábítószer, és utána jött ez az öngyilkos gondolat, ez volt a csúcs igazából. Ami neked soha nem volt előtte? Soha. Én mindig egy életvidám, tehát én tényleg egy olyan ember voltam és vagyok, hogy szeretek élni. Mm. És ez így, ezt akarta elrabolni és eltelt. Így van, és suttogta folyamatosan a fülembe, hogy vesztes vagy, senki vagy, drogos vagy, alkoholista vagy, nézd meg, mit csinálsz. És ezt képzeld el, volt olyan, hogy fölmentem a tizedikre, és mondtam, hogy itt most én nekem vége, én leugrok. És odaléptem a korláthoz, és ott volt egy első, egy olyan hang, amit olyan, mintha melletted lenne valaki, és a füledbe súgná, hogy de én szeretlek, ne. És akkor léptem vissza. És az te ott ezt tényleg meg akartad tenni? Én ott ezt úgy mentem fel, hogy én itt leugrom. Persze, igen. Annyira nyomasztott a sejtel. Annyira. Tehát annyira suttogta a fülembe a dolgokat, hogy vesztes vagyok, hogy nem fogsz felépülni, hogy mit értél el eddig. Tehát teljesen rombolt éreztem, hogy... És a kapcsolatod nem volt megtartó erő akkor? A kapcsolatom addigra annyira eltávolítottam saját én magam Dóritól, a feleségemtől magamat, hogy teljesen elzárkóztam tőle. Kellett az én idő. Mindig ezt mondtam, hogy nekem szükségem van én időre. Ez volt a kifogás. Akkor kimegyek a kertbe. Szóval ezt is a sátán így szétdobálta. Igen, ez az én idő, tehát az én idő az egy olyan kapcsolatban, ami tudod, hogy ő lesz a feleséged, és itt most úgy annyira megváltoztak a dolgok, hogy én időre volt szükségem. De szinte csak arra volt. És csak arra hát volt. Ez az volt a vége, hogy már csak nem beszélgettem vele, nem mondtam el neki dolgokat, titkolóztam, ugye, és akkor kezdtem el így a háta mögött iszogatni. Uh-huh. És a drogba is. És igen, a kábítószer is. És többször lebuktam, képzeld el. Ott már a Dórinál. Persze, igen. Többször lebuktam, kábítószer volt nálam, és többször lebuktam, és mindig hazudtam, mindig találtam valami kifogást, vagy és ő mindig visszavett. Ő valahogy érezte, hogy ő volt benne. Egyébként én hiszem, hogy Dóri annyira ő az isteni vezetésben, jó, hogy ott volt mellettem azokban a pillanatokban, azokban a helyzetekben. Pedig ekkor egyikötök sem hívő? Nem, egyáltalán nem voltunk hívők. Nem. És így rácsodálkozik az ember azért, hogyha 11-szer átvered a másikat, akkor miért vagy még vele? És ő velem volt, kitartott mellettem. És ugye ez volt a csúcs, amikor ő is elhagyott. Na, hogy még mielőtt eljutunk ide, mi történt még ugye? Isten attól megmentett, hogy öngyilkos legyél. Így van. És utána még mentél lejjebb viszont. Így van. Amikor ugye visszaléptem, amikor szólt Isten, hogy de én szeretlek téged, akkor is hallottam a hangot, de úgy ugye visszaléptem, és el is hesegettem, hogy jó, most akkor itt most nem lemegyek. De nem is gondolkoztam azon, hogy ez ki lehetett. Mert annyira bábként voltam használva vagy vezetve, és nem én irányítottam az életemet, én ebben ezt tudom. Tehát
én olyan dolgokat csináltam, olyan társaságokba keveredtem, tehát egyszerűen abszurd, hogy én fölmegyek a szomszédhoz iszogatni. Én ilyet soha nem csináltam, és soha nem. De tudod, az érdekes, hogy a legsötétebb időkben, amikor tényleg a lehető legtávolabb vagy Istentől, és használ téged a sátán, hogy Isten olyankor is át tud törni. Hát, így van. És abban a pillanatban, amikor tényleg hallanod kellett tőle, akkor ott volt. Ott volt. És ő mindvégig mellettem volt. De akkor még nem tértél meg. Még akkor nem tértem. Nem. És mi kellett, hogy történjen veled ahhoz, hogy megtérj? Még. Ez egy január 17-e, ez egy január 17-ei este volt, amikor ez egy olyan este volt, hogy ezt úgy tudom neked elmondani, amikor egy ilyen blackout teljesen, hogy kiesnek órák. Amikor azt se tudod, hogy mit csináltál, de nem önmagad voltál, biztos vagy benne, és tudod azt, hogy ott szellemben, érted, akkora harc ment, hogy azt el se tudod képzelni. Engem biztos vagyok benne, hogy a sátán meg akart ölni. Tehát én amikor... Hát ezt tudja, ezt akarja. Igen, amikor meg akart semmisíteni. Amikor január 17-én én ott hagytam a Dórit a lakásba, és felmentem a szomszédhoz iszogatni, és onnantól kezdve teljesen sötétbe borul így minden, és arra eszméltem, hogy a Király utcába szed ki a rendőr a kocsiból, és utána a fogdán eszmélsz még egyszer magadra, hogy ott vagy. Az volt a csúcsa igazából ennek a sztorinak, hogy ugye a fogdánról hazamentem, és Dórinak még belehazudtam a szemébe, és az volt a csúcsa ennek az egésznek, hogy ő akkor mondta, hogy itt és most vége, és menjek el, kéri hogy menjek el, mert menjek innen, mert nem szeretne velem többet együtt lenni, és láttam, hogy ez most tényleg komoly, ez teljesen komoly. És akkor ugye akkor szinte el kellett tőle hozni. Édesanyámék léptek, képzeld el be a képbe, és ők vittek el a gyerekszobámba vissza Pomázra haza engem. Dóri könyörgött nekik, hogy vigyenek el a lakásból. És igazából azon a ponton, amikor én eszméltem otthon arra, hogy ott vagyok a gyerekszobámba 28 évesen, akkor úgy gondoltam ugye, hogy nagy menő Tóth Renátó testépítő, aki legyőzhetetlen. Ott vagyok, és üres szobába, és elveszítettem életem szerelmét, elveszítettem az egész életemet, amit addig felépítettem, és ott voltam a szobámba, és egyszerűen ott tisztult ki a kép, hogy mi is történt valójában. És hát ott nem teljesen, volt rádióhatása. Hát ott én teljesen ott sokkot kaptam. Egy ilyen traumatikus sokk állapotba kerültem. Édesapámnak magyarázkodtam, hogy de mondom, édesapám, nem én voltam. Tudom, hogy nem én voltam. Nem én tett. De hát te tetted, fiam. Te ültél be az autóba, te taszítottad el magadtól Dórit. Mondom, testbe igen, de szellembe biztos, hogy nem én voltam. És akkor ugye két napot otthon töltöttem, és január 19-én volt az, hogy találtam egy képet az üres szobába, a polcomon. Egy olyan képet találtam, amit 18 évesen vettem föl. 17-18 évesen vettem föl edzésről hazamenet. A pocsajába volt egy kép, amin Jézus Krisztus volt, és egy szabadító ima volt a hátulján. Ez a kép adta nekem Jézus Krisztusra a fókuszt, és letérdeltem, és sírva, zokogva elmondtam ezt az imát, és utána egy tiszta szívű imát elmondtam az Úrhoz, és Jézushoz imádkoztam, hogy Atyám, ha Te itt vagy, akkor kérlek Téged, add vissza nekem Dórit, és szabadíts meg minden függőségemtől, és építsd újjá az életemet. És azon az estén tudtam először végre nyugodtan aludni. Másnapra megszabadultam, illetve már aznap természetesen megszabadultam.
minden függőségemtől, alkoholtól, drogtól. Nem is vágytál rá? Nem, egyáltalán. Tehát már a vágyat is kiölte belőled Isten. Nem, így van. Ekkora kegyelem. Nagyon nagy kegyelem. Dicsőség az Úrnak. És a csúnya beszéd is onnantól kezdve teljesen elmúlt. Mert azt tudni kell, hogy egyébként, amikor itt a januári hónap volt 2021-én, én a számra vettem akkor Istent is, de csúnyán. Hát ez a sátánnak szerintem az egyik kár. Mindig valami újjal próbálkozott. Így van. És teljesen megszabadított ezektől a dolgoktól. És akkor éreztem egy erőt. Egy olyan céltudatosságot, egy olyan erőt éreztem, tehát soha. Éreztem azt, hogy most minden rendben lesz. Egy olyan belső békességem volt ezzel kapcsolatban, és egy megnyugvás fogott el teljesen, és céltudatosan tudtam, hogy mit kell tegyek. És 3 napra rá jött egy ismerősöm, és megkért, hogy menjek le vele a gyülekezetbe. Aki tudta, hogy milyen állapotban vagy. Így van. De azt nem tudta, hogy te megtértél közben ott van. Azt nem tudta. Csak hogy milyen állapotban vagyok. És levezetett, és egy hitmentorin vettem pont részt, ahol egy olyan bizonyságot hallottam. Ez a hitmentori, ugye ez egy ilyen hittanszerű. És egy olyan bizonyságot hallottam egy házaspártól, amire azt mondtam, hogy ha innen képes volt Isten felépíteni egy házasságig, egy kapcsolatot, akkor van esély. És ez olyan volt ez a bizonyosság, mintha így mondták volna a szemembe, így mondta volna az Úr a szemembe, hogy van esély, és gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit, hagyjad az Úrral a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Csak ugye, ami akkor téged elbizonytalaníthatott ebben, az, hogy egy, a Dóri nagyon elzárkozott tőled, kettő, ugye azt nem remélhetted, vagy nem gondoltad, feltételezem, hogy ő benne dolgozik Isten, hiszen te tértél meg, de ő nem. Amikor ezen a hitmentorin részt vettem, akkor a hitmentori végén szólt az Úr, és a szívemre helyezte, hogy hozd le ide nekem Dórit, kérjetek rá egy áldást, és meg fog békélni a szíve és a lelke. Hozd le a pásztorhoz. És akkor mi akkor beszélgettünk, mert ugye úgy én mentem érte, én őt meg vissza szerettem volna szerezni. Tehát, bocsánat, ezt nem úgy nyugodtan elmondhatod, hogy melyik gyülekezet? Az Omegát elmondhatod? Persze. Jó. Akkor a Dórit is elvitted. Igen, hajlandó és... volt? Tehát megkerested, mit szólt? Ő már akkor azt tapasztalta, hogy valami változás történt, és úgy volt vele, hogy hát egy áldás, most ez nem rossz dolog, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen. És akkor Imre pásztor, az Omega gyülekezetnek az apostola megáldotta, lejött velem a gyülekezetbe, és onnantól kezdve ő is érezte az Istennek a szeretetét és azt a békességet, ami akkor őt, ugye ő is össze volt nagyon törve, tehát nagyon-nagyon össze volt törve a szíve, és az a szeretet, és az a megnyugvás, az a békesség rá is ott teljes mértékben rászállt egyszerűen. Ez melyik hónap? Ez még január? Ez még január, igen. És akkor együtt kezdtünk el járni a hitmentorira egyébként. Tehát... De gondolom nem jöttetek úgymond össze. Nem, egyáltalán. Nem, csak hogy kezdjünk el járni. Ugye Imre megállt, beszélgettünk vele, és akkor ő mondta, hogy járjuk végig ezt a hitmentorit. És akkor elkezdtünk járni. És ott az élő, az ige, a tanítások, a tiszta ige, és az, hogy Jézus Krisztusról tanulhattunk, Az teljesen így hétről hétre éreztem, hogy a belső emberem, és Dóri is érezte, hogy a belső embere növekszik, stabilizálódik. És hát a rendezés, amit akkor már tapasztaltunk, hogy én akkor ezt ugye, mivel nagyon-nagyon figyelgettem a dolgokat, így szerettem így magam körül, akkor már láttam, hogy itt valami rendezés történik az életünk fölött, és kovácsol össze minket az Úr, adott egy gyülekezetet, és tényleg kezdte köztünk kialakítani ezt a jó kapcsolatot, kapcsolódást. És az ördög így az erejét az életed felett, vagy életedben gyakorlatilag ezzel a januári nappal, amikor te otthon megtértél, ott el is vesztette? Ott teljesen. Tehát azt érezted, hogy... Ott teljesen, igen. Hogy elengedett téged. Elengedett, így van. Mert ugye ez sem történik meg mindenkivel, hogy ilyen... Hát nem azt mondom, hogy kísértések voltak, bocsánat.
kísértések voltak, de tudtam, hogy, egyszerűen Isten szelleme az erősebb. Tehát azonnal tudtam. Olyan, ez az, ugye, amikor újjászületik az ember, ott tényleg egy teljesen új szellemet kap, tényleg egy teljesen máshogy látja a dolgokat, mint amit addig, ahogy látta. Tehát mind erkölcsileg, mind mindenhogy. Tehát amikor Isten szemüvegén keresztül látod a dolgokat, ez az emberi lét legmagasabb szintje, amikor teremtőddel úgy együtt tudsz járni, és ő vezet téged. És ez valami fantasztikus, ahogy az Úr ezt már az elején megadta. Inkább itt tényleg azt tudom mondani, hogy ez a céltudatosság az, az erő, amit éreztem. És mi volt az a pont, amikor a Dóri azt mondta, hogy teljesen megbocsát neked, és szeretne veled együtt lenni? Ez március volt, ez két hónapra rá volt. Így igazából, hogy ő azt mondta, hogy akkor ugye látta a változást. Ő neki a megtérése az nagyban az tehát neki a megtérése az segített neki a megtérésben, ahogy látta a változásomat. Az, hogy miből mi lett. És ez azért, amikor egy ember pálfordulat megtörténik egy ember életében, hát ő is ez ragadta meg. És hát utána a közösség. Maga Jézus Krisztusnak a jelenléte, ő is elkezdte érezni, figyelni, hogy a lelkét nyugtatja, és őt is építi föl. Tehát ez tényleg úgy van, hogy Isten megtisztítja a múltat, helyreállítja a jelent, és megáldja a jövőt. És ez maximálisan így van. És aztán tovább is léptetek a kapcsolatban, mert akkor ugye ti egy pár voltatok. Egy pár voltunk, így van. Akkor már egy stabil, nagyon-nagyon jól működő, újra két hónap alatt, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy a pokolból egyszerűen a mennyig, tehát amit éreztünk, ahogy szerettük egymást, mint még soha. Tehát olyan nagyon jó volt. És aztán áprilisban bemerítkeztünk, és július 17-én pedig azt is házasodtunk. Január 17 a megtérés, vagy nem, az 19, bocsánat. 19, így. De 17-e volt, amikor az volt az a pont, amikor Dóri hazaküldött. Így van, akkor kerültem ebbe a traumatikus sok január állapotban. 17, és július 17 az esküvő. Július 17 pedig a menny jelenléte ránk száll teljesen. Tehát pokolból a mennybe. A kapcsolódás, ez lesz a szövetség. Ennek az adásnak, hogy pokolból a mennybe. Ámen. Tehát az a szövetség, ami megköttetett akkor, az a hármas kötelék, amiről az ige is ír. Az, hogy azt megtapasztalni, hogy Isten igéje élő és ható, és ahogy a szívünkkel elhisszük, és a szánkkal megvalljuk az ő igéjét, az eredményeket hoz létre bennünk, a környezetünkben, és a körülményeinkben is. És Isten igéje, ez fantasztikus, hogy így működik. Szívvel el kell hinni. És egy olyan emberből, aki az illegális utakat járta, és minden rosszban benne volt, abból Isten átformált egy teljesen más embert, egy új szívet adott teljesen. Tudod, azt remélem, hogy ezt a beszélgetésünket sokan megnézik olyanok, akik ugyan keresik az igazságot, ami nem rossz, csak rossz helyen keresik az igazságot. Mert azért a te példád, bár tényleg Isten kegyelme megmentett, és olyan dolgokat adott meg neked, amikre nem is számítottál, de azért a te példád mutatja azt, hogy ha ahol egy kicsit megnyitjuk az ajtót az ördögnek, nem is tudjuk, hogy az ördögnek nyitjuk meg az ajtót. Ott, ha ő bejön, onnantól kezdve pusztít, amit rabol, tud. Csal, minden. Szétdobál, amit tud, tényleg. És ez igaz az ezotériára? Ez mindenre, így van. Keleti vallásokra, meg még asztrológiára. Így van. Hát a szellemidézésről ne is beszéljünk. Így van. Meg még amikben benne voltál. Így van. Úgyhogy remélem, hogy ez sok
olyan ember megnézi, aki most ebben van, vagy kacérkodik, hogy valamelyik ajtót ezek közül kinyissa. Az kellene. Igen. Igen. Mi van a testépítéssel? Ezt most jelenleg szüneteltetem, tehát most még hobbiként sincs meg, mert a munkába teszem az energiámat, az van most a fókuszba, ebbe is az úr vezet igazából. Most ebbe kell, erre kell koncentrálnom, ezt kell építenem, és az áldásai kísérik ezt, és tényleg érzem az úrnak a jelenlétét. Edzeni még lesz időm, edzeni még rengeteg. Hát nem estél össze. Hát azért figyelj, köszönöm szépen, de magamhoz képest akkor, de nem zavar egyáltalán. Tehát amikor tudod, van egy cél előtted, van egy olyan cél előtted, hogy eltartsd a feleségedet, és megadj majd a gyermekeidnek mindent, és amit tényleg, amire vágynak, megmutatni nekik azt az utat, amire te 28 évesen jöttél rá. Nekem ez óriási, óriási cél van. Meg hát az, hogy embereknek tényleg ezt így elmondani, és megvallani, hogy Jézus Krisztus szabadító, gyógyító. Az ő nevében szabadulás és gyógyulás van. Mert te ezt teljesen átéltem. Én ezt teljesen átéltem. Teljesen megváltoztatott. És Jézus él. Ma is él. Örökké él. És az ő jelenléte és közelsége, az, ha az ember ott van mellett, és fogja a kezét, és megragadja őt, akkor áldásba borul az élete teljesen. Teljesen. És nagyon rövid idő alatt. Tehát ez az, ami nagyon fontos. De ahhoz kell egy összetörtség. Azért kell egy nyitott szív. Így van. Luther Márton mondta azt, nagyon jó dolog, hogy Isten először szól halkan, a lelkiismereteden keresztül. Isten utána szól hangosan, embereken keresztül. És Isten utána szól hangosan, nagyon hangosan, amikor már össze vagy törve. Addig ne jusson el senki, hogy összetörjön. Addig ne jusson el senki, hogy traumatikus, sokkos állapotba kerüljön. Nem éri meg. Nem jó. Egy jó nagy kanyar ahhoz, hogy eljusson Istenhez. De nem jó átélni. Tényleg nem jó. Igen, teljesen igazad van. Az egy másik kérdés, hogy ez sem a végpont, ha valaki idáig eljut, mert ezt is meg tudja fordítani Isten, de lehet, hogy neked csak kellett volna egészen idáig elmenni. Nem. De veled így történt. Velem így történt, és egyébként úgy vagyok vele, hogy az, hogy így szellemben láttam a másik oldalt, és az, hogy mire képes a sátán, hát senkinek ne akarja azt tudni, hogy ő mennyire szétdobálja az ember életét, és mennyire meg tudja rabolni az ember életét. Mert itt egészségügyileg is igazából az, hogy az sok-sok rossz, az mind tőle van. Minden. És ezen csak Isten, Jézus Krisztus tud változtatni. Igen. Csak is ő. Hát van egy név, aki erősebb nála. Jézus Krisztus. Ámen. Legjobb végszó. Köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Szuper. Isten áldjon a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Titeket. Ámen, ámen. Kedves nézőktől búcsúzunk. Elképesztő jó volt ez a beszélgetés a számomra. Remélem, biztos vagyok benne, hogy önök számára is, úgyhogy forgassák magukban is, és azért imádkozom, hogy ez építse önöket a mindennapok kihívásaiban. A viszontlátásra. Kérünk, mert szükségünk van rá, hogy kérjünk. És azért is kérünk, mert hisszük, hogy az Isten munkájára kérünk. Novák András vagyok, a Pax Televízió műsorvezetője, riportere. Műsoraim készítésével az a vágyam, hogy önökben megerősödjön, hogy aki Istenben él, és akiben ott él az Isten, az hatalmasabb és erősebb mindennél és mindenkinél. Remélem, hogy műsoraim áldást jelentenek az önök számára. Ezért kérem, hogyha tehetik, támogassák a Pax Televíziót, hogy minél több ilyen műsor, riport készülhessen. Köszönöm szépen figyelmüket, Isten áldja önöket!